folytatta tovább a műsorunkat, Magyarország Barátai Alapítvány, és ez egy nagyon értékes alapítvány Magyarországon. Elég régóta működik most már, és Kis Ágnes elment, és megkérdezte, hogy tulajdonképpen mit is fedez ez a név, kiket is reprezentálnak, és miért is jött létre. Úgyhogy Ágikám, vidd a szót! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunk mai epizódjában egy úgymond gyakorlati témáról fogunk beszélni, Magyarország kapcsolatairól, illetve Magyarország helyéről a nemzetközi térben. És a témánk az konkrétan a Magyarország Barátai Alapítvány, aki pedig a beszélgető társam, és majd mesél nekünk erről az alapítványról, az pedig Fodor István, aki a Magyarország Barátai Alapítvány kuratóriumi tagja, az Ericsson Hungary volt igazgatója és alapítója, és gazdasági elemző, tanácsadó, és még itt, ahogy előtte beszélgettünk, még nagyon sok mindent csinált. De akkor térjünk most vissza a Magyarország Barátai Alapítványra. Ugye ez az alapítvány, ez 2011-ben jött létre. Kik hozták létre, milyen céllal? Nem tudom, hogy ki ott külföldön, akik hallgatják ezt a műsort, mennyire emlékeznek arra, hogy amikor a jelenlegi kormány 2010-ben átvette a hatalmat, majd aztán 2011-ben egy fél évig az Európai Unióban is a országok közötti felelős vezető lett, mint ország. És az első nagyon fontos intézkedése volt egy új alkotmány, az 1949-es alkotmány korrekciója, hogy akkor mekkora támadásnak lett kitéve Magyarország európai viszonylatban, majd aztán szélesebb viszonylatban. Nem tudom, hogy önök, akik hallgatják ezt, erre mennyire emlékeznek, de bennünk az a hatást váltotta ki, hogy ezek a támadások, mi tudtuk itt pontosan, hogy ezek a támadások igazán igazságtalan, megalapozatlan támadások voltak, akár összességében, karakterében és részleteiben is. És ez váltotta ki néhány emberből azt a elhatározást, döntést, hogy hozzunk létre egy olyan szervezetet, ez egy alapítvány, amelynek a célkitűzése és a ászpoétikája az volt, hogy próbáljuk meg ezeket a torz és igaztalan támadásokat legalább valamilyen minimális mértékben is ott kint külföldön, ahol ezek születnek, valamilyen formában korrigálni. Ezért hoztuk létre a Magyarország Barátai Alapítványt. Ez azt jelenti, hogy egy olyan alapítvány, amelynek a tagsága mondjuk az a hatáskör, amit megterveztünk, az külföldön történik. És ez a szervezet egy olyan hálózat létrehozását döntötte el, amelyben tagokat toboroztunk, méghozzá egy értékrend szerinti tagokat, akiknek nem csak az volt a szerepük, hogy érzelmi alapon egy alapítványhoz, Magyarországhoz csatlakozzanak, mint Magyarország barátai, itt zárójelet nyitnék, nem jelenti azt, hogy csak magyar, hanem nem csak magyar is lehet. És tehát nem csak egy érzelmi kapcsolat, hanem mi szeretnénk, és így is gondolkodunk, hogy az ilyen érzelmi kapcsolaton túl feladatot is várunk, feladatot is adnánk, feladatra is kérnénk tagjainkat, nevezetesen mindenki a maga környezetében, a maga hatáskörében próbálja ezt a torz képet korrigálni. Így indultunk el, hárman kezdtük el kurátorok, és nyilván ebben szerepet játszott a nagy nemzetközi és tudósköri kapcsolata rendelkező Vizia Szilveszter professzor úr is. És hogyan sikerült? Ugye ez az első lépés volt, és mérték-e valami hatását ennek? Persze, több síkon indult el ez a munka. Az egyik az, amikor mi magunk próbáltunk szolgálni igaz hírekkel, tehát tagjainknak ez mai napig is van, tehát vannak a heti rendszerességgel, vannak tagjainknak kiküldendő, hát ilyen újságszerű dolog. Az is a zászlónkra ki van tűzve, hogyha magyaroknak
sikere van a világban valahol, valamilyen fajta egyértelműen publikálható sikere, még abban a kis környezetben ismert, de nem ismert szélesebb környezetben, azt kérjük, üljék el nekünk, mi közzé tesszük szélesebb tartományban. Tehát a Magyarország imázsának ez a közvetett módja is fontos. De aztán több mindent kitaláltunk. Például, ha most ezt a korrekciót nézi, vagy kérdezi, ő már 3 évvel ezelőtt, tehát most már 3. vagy 4. alkalommal elhatároztuk, hogy elküldtünk meghívót nagy média cégeknek, főszerkesztőinek, és meghívtuk azokat az újságírókat, akiket ők delegáltak erre, lehetőleg abból a tartományból, a világból, ahol a Magyarország kritikája születik. Mm-hmm. Tehát akik ellenséges jellegű anyagokat sorozatban rendszeresen írnak Magyarországról. És mi volt a reakció? Nem csodálkoztak, hogy pont őket akarják meghívni? Hát van, aki persze ilyenkor kíváncsi rá, hogy mi ez, és 3 ilyen volt már, 17 és 24 közötti újságíró jelent meg. Mi egy olyan programot csinálunk 2 nap alatt, amelyben természetesen különböző eseményekről, különböző valódi képeket, tehát nekünk az volt a célunk, hogy a tényeket közöljük velük. És ez egy nagyon intenzív előadások, lehet ez gazdasági, politikai, kulturális, bármilyen más szféra, talán egy példát fogok is említeni mindjárt, ezeket összerendezik minden évben. Hatása mérhető, és mérjük is, mert érdekes módon jelennek meg cikkek, mondjuk ugyanazon tollakból, amikor aki előtte egy egészen más jellegű cikket közölt. Volt ilyen, nem egy. A programunkban mindig beletesszük a végén a terrorháza meglátogatását. Uh-huh. A terrorháza, ugye, ha önök, akik hallják, Budapesten voltak és megnézték, az visszavisz a Rákosi korszakba. Igen. Méghozzá egy nagyon-nagyon brutális korszakba, ami egyébként a magyar kultúrának, a magyar történelemnek egy nagyon-nagyon bázispontja. Tehát nagyon sok, szerintem nagyon sok jelenlegi reflexet, felfogást, talán még mondanám politikai filozófiát is meghatározó kiindulási pont. Na, az érdekes az, hogy nem volt olyan újságíró egyetlen egyszer se, aki ne döbbent volna meg. Többen mondták, amikor kijöttek a terrorházából, most kezdik megérteni a magyarokat. Hát ez nagyon érdekes. És ez azt jelenti, hogy azok az újságírók, akik azelőtt mondjuk úgy, hogy felszínesen csak egyszerűen kritizálták Magyarországot, ha kellett, ha nem, gondolom inkább információ nélkül, mint információval, azoknak átfordult a gondolkodásmódja, és utána mondjuk úgy, hogy legalábbis megértő cikkeket írtak Magyarországról? Sajnos nem volt ilyen rózsaszín a helyzet, tehát nem volt az az átütő erő, hiába tények hangzottak el, és hiába a tényekre nem nagyon lehetett vitatkozni, vagy ha vitatkoztak, akkor is a tények további jól megerősített, de azért erre hagyd mondjak egy példát, amikor beszédes akkor volt a dolog. A második programunknál az egyik program volt, hogy meghívtuk a hazai zsidó közösséget, kultúra, politika, sport. És ez egy rabbi volt, a sportért felelős személyiség volt, és a Mazsihisznek, az egyik szervezetnek az elnöke. Itt mindenki a maga módján előadást tartott. Elmondták, hogy mi a valódi helyzet, ami az antiszemitizmust illeti. Elmondták a akkor rendezett nagy zsidó sportünnepének az egész jellegét. Tényeket mondtak el, ami tény az, hogy valóban a zsidóság Magyarországon biztonságban érzi magát. És ezeknél a kérdéseknél ott ülő újságírók közül volt 2, akik Németországból jöttek. Ez a 2 újságíró egyszerűen az elhangzott tényeket nem tudta elfogadni. Mindig visszatért, de hát akkor, de hát az antiszemitizmus, de hát a... Ezek úgy látszott, hitte el, amit hall. Valószínűleg nem hitte el, amit hall. Olyan mértékben ment ez, hogy az utolsó előadó volt a rabbi. És amikor többször elhangzott az, hogy a magyar zsidóság reneszánsz korát éli ma Magyarországon. Többször elhangzott, hogyha, vagy volt arról is szó, hogyha valaki Bécsben zsinagógába megy,
akkor ott biztonsági őrökön keresztül kell menni. Magyarországon semmi ilyesmi nincs. És amikor már sokatszor rákérdeznek, akkor azt mondja a rabbi, hogy uraim, nekem már elegem van abból, hogy a magyarországi zsidóság helyzetét nagyon sok prominens személy, mint egyfajta katasztrófa turizmus úgy kezeli és jön. És az első kérdésük, meg a második kérdésük az antiszemitizmus. Kérem, fogadják el, hogy ez így nem igaz. Mi egy nagyon-nagyon jó időszakot élünk Magyarországon. És hát nyilván még ez sem biztos, hogy meggyőzte a két német újságírót. Következő, van egy olyan tevékenységük, hogy disszidensek, akik ugye olyan emberek, akik akár évtizedekkel ezelőtt elhagyták az országot, és disszidensek voltak annak idején, és most visszaköltöznek. Ezt hogy néz ki? Tehát kik költöznek vissza, miért, és aztán mi lesz ebből? Az igazság az, hogy ez a mozgalom, vagy legalábbis ennek a megjelenítése, ez az ő kezdeményezésük úgy indult el, mi csak felkaroltuk és támogatjuk, vagy segítjük ezt a mozgalmat. Három kötet jelent meg már, minden kötetben körülbelül 12 vagy 15 történet van leírva, hogy ki ők. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes történetek. És persze mi örüljük, hogy ezt lehet támogatni és lehet terjeszteni. Ismerek olyan fiatal magyar házaspárt, aki visszaköltözött, Kanadából egyébként, és meglepődtek itt, hogy a gyerekek ellátása, az óvoda, az iskola mennyivel gazdagabb, mennyivel jobb, mennyivel könnyebb, és milyen színvonalú. És egyszerűen olyat ott kint nem láttak, nem mennyire találkoztak. Mennyire jó hallani ezt. És akkor azok, akik külföldön éltek, de visszajönnek, mert úgy gondolják, hogy itt jobb nekik. Ennek a tapasztalata, vagy ennek a hozadéka, ez micsoda? Ők is kapcsolat. Tehát ők is a hálózatunknak ilyen szempontból közvetítőként része. Magyarán kapcsolati tőke azzal az országgal, tehát ahonnan éltek, ott maradtak kapcsolataik, mindenfajta kapcsolataik. És hogyha ezt aktívan, mint mi tagunk használja és dolgozik rajta, akkor ezzel is szélesebb az a paletta és az a közösség, akiket el tudunk érni a magunk magyar igazságával. Milyen tevékenységük van még ezen kívül? Az elejétől kezdve pontosan azért, hogy minél nagyobb mennyiségben tudjuk használni a modern technikát, két internetes lapot létesítettünk, egy angol nyelvűt, a Hungary Today, és egy német nyelvűt, a Ungarn Heute. Saját újságírőink vannak, ezeket a portálokat fenntartjuk. A lényeg ennek az, olyan fajta híreket tesszük bele, amelyeket mindenki, nem csak a magyarok, mindenki olvashat, és valóban inkább az igazság környékén vannak ezek, de ettől sokkal szélesebb. Csak két adat. Magyarországon működő angol nyelvű ilyen internetes portálnak ez a legnagyobb látogatottsága ma a világban. És ugye ezt lehet mérni, több százezer látogató van egy, azt hiszem, hetente, mind a kettőn, és nagyon-nagyon komoly hatása volt, és az érdeklődés nagyon komoly volt, például a pandémia alatt. Milyen más eredményeik vannak? Tehát hol tudják azt mérni, érzékelni, hogy ezeknek a kapcsolatoknak, vagy ennek a tevékenységnek van hozadéka? Számtalan van például a tudománypolitika, ott is nagyon-nagyon gazdag a magyar, kint lévő magyar kapcsolati háló, tehát konferenciák és közösségek, mögött ott meg ott megtalálható a Magyarország barátai. Szóval vannak bőven még, és ami a lényeg, mi nem állunk le. Tehát nem azt mondjuk, hogy ez eddig, és akkor ezt csináljuk ezután, nem. Keressük az újabb és újabb módokat. Ilyet szeretnék mondani, és egyben, ha netalántán tagunk hallgatja ezt a rádió interjút, akkor kérjük mindenkinek, hogy a maga környezetében próbáljon ilyen, hát az angolban van a hub, tehát próbáljon egy-egy ilyen külön csoportot, szatellitszerű csoportot szervezni. Segítünk ennek a tematikájában, tartalmában, és adjuk a nevünket, a Magyarország barátai emblémát és magát a nevet szervezésben. Tegyenek minél többet, hívjanak oda sok olyant, aki lehet Magyarország, vagy lesz Magyarország barátja, még ha egész más kultúrához tartozik akkor is.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Ágnes, és szenzációs munkát végez a Magyarok Baráti Köre Alapítvány, és itt szeretném megköszönni Bede Fazekas Zsoltnak, a Torontói Független Magyar Rádiónak főszerkesztőjét, mert őtőle kaptuk ezt a vonalat. Úgyhogy Zsoltom, hálás köszönetem!